Ez itt a Kult 30, az értékes fél óra, az M5 csatorna kulturális magazinja. Köszöntjük a nézőket! Szó lesz ma a Cziffra György Fesztiválról, melyet 5. alkalommal rendeznek meg, egy miskolci Don Carlos bemutatóról, és arról, hogy 70 éves a Honvéd Férfikar. És ne felejtjék, hogy ma is játszhatnak a Kult 30-al. Nem sokára felteszünk egy kérdést, amire SMS-ben várjuk a helyes választ. Napi nyereményünk mellett havi nyereményünk is van, amit az kap, aki a legtöbb helyes választ küldi el az adott hónapban, úgyhogy érdemes lesz minket ma is nézni. Mutatjuk, hogy mit nyerhetnek. Napi nyereményünk egy páros belépőjegy Mireille Mathieu sanzonénekes március 3-ai koncertjére a GVS Group felajánlásával. Havi nyereményünk egy 2 éjszakás wellness hétvége a noszfai Oxygen Hotel Family & Spa-ba, 2 felnőtt és egy gyermek részére félpenziós ellátással. Február 16-a és 23-a között 5. alkalommal rendezik meg a Cziffra György világhírű zongoraművész emlékének ápolására létrehozott Cziffra Fesztivált. A fesztivál megalkotója, megálmodója és művészeti vezetője Balázs János. Most őt hallják. A zene szabadsága mottóval február 16-án veszi kezdetét a Cziffra György Fesztivál, melyet 5. alkalommal rendeznek meg. Vendégem Balázs János, akinek ezúton is gratulálok, mert gyönyörűen játszottál, Jácsi. Köszönöm szépen. És egyrészt két kérdésem lenne rögtön az elején. Zene szabadság, ez egy nagyon jó mottó, de valamit nyilván takar a motto az alapküldetéshez képest is. Hogyne, persze, hát a szabadság az egyik legfontosabb eszköze annak a muzsikálásnak, ami tulajdonképpen hatást gyakorol az emberre. A zene önmagában 5 vonal közé rejtett valamilyen rendszert alkotó hangoknak az elegye. De mégsem ennek a perfekcionizmusnak vagyunk mi a rajongói, hanem annak a szabadságnak, amelyet egy előadó meg tud álmodni, meg tud alkotni, és Cziffra György azt hiszem ebben volt igazán kimagasló. Annak a szabadságnak volt ő a megtestesítője a zenén belül, amely páratlan volt és egyedivé tette őt. Ugye nyilvánvalóan egy ilyen fesztiválra meg kell hívni olyan embereket, akik húzónevek hiszen a közönséget ki kell valamilyen módon szolgálni, de ez önmagában véve nem elég, hogy húzó név legyen, mert ez bárki lehet, mondjuk a zenei életben ez nem teljesen így van, de igen, ki lesz most az, aki, az a sztár előadó, aki húzza a fesztivál fényét és emeli? Vadim Repin világhírű hegedűművész lesz a sztár vendégünk, hogyha lehet ezzel a szóval élni, persze, aki nagyon csatlakozik az előbb elmondott egyéni látásmódhoz, ahhoz a zeneiséghez, amely természetesen egy óriási technikai felkészültséget jelent, de van personális, maradandó élmény is a játékában. Nagyon büszke vagyok rá egyébként, hogy válogathatunk a legnagyobb sztárok közül, mert mindenki nagy hódolója Cziffra Györgynek és a művészetének, és örömmel lépnek fel az egyetlen Cziffra György emlékét ápoló fesztiválon. Mielőtt nem lesz időnk, azért is megkérdezem, hogy már 5. alkalommal rendezzed meg, vagy hát organizálod ezt az egészet. Egy 5 éves fesztiválnak azért már nagyon nagy respektje tud lenni. Hát nagyon büszke vagyok rá, meg kell, hogy mondjam, mert nyilván önmagamban zongoraművészként is karrierem teljében állok, de mint szervező, mint fesztivál alapító, ez egy nem várt siker volt, hiszen ilyen rövid idő alatt elképesztően berobbant a fesztiválnak a hírneve. Azt hiszem, hogy az autentika és az értékállóság a két legfontosabb sikerkulcs, és azok a művészek, és azok az általánosan közismert, elismert tudósok, vagy akár színészek, vagy akár előadók, akik mellénk álltak. Na, és akkor itt következünk a következő eljött a következő program, hiszen itt nem csak egy zenei fesztiválról van szó, hanem önmagában a zenei fesztivál beránt még társművészeteket, és nem is társművészeteket, magát a tudományt. Pontosan, próbálunk most úgy ünnepelni, hát kis ünnep, ugyan 5. év, de számunkra mégis oly fontos, hogy nem csak a zeneművészetre, hanem a háttérben zajló folyamatokra, és egy kicsit tágabb értelemben foglalkozunk azzal a ténnyel, ami mondjuk művészetet, karriert jelent, vagy éppen a belső lélek és logikai kapcsolódásokat, például Viziel Szilveszter vagy Pálferi atya is vendégünk lesz a fesztiválon, akik pont a lélek és logika címmel tartanak előadást, vagy Bagdi Emőkét is megemlíthetném, aki pedig azt az előadását fogja megtartani, amit kifejezetten számunkra dedikált, mégpedig az, hogy egy fiatal művész számára micsoda megterheléseket jelent mondjuk fellépni a színpadra, és amíg egy sportolóval egy teljes csapat dolgozik, egy ifjú művésznek legjobb esetben a szülők és a tanárok vannak mellette. Hogyan lehet a sikert, a kudarcot feldolgozni, mert hogy mind a kettőt fel kell. Tehát próbáljuk színesíteni a fesztivál palettáját, és próbálunk úgy ünnepelni, hogy nem csak a külső fényt mutatjuk meg, a legnagyobb sztárokat, hanem egy kicsit próbálunk belső értékekre is koncentrálni. Neked azért egy nagyon nagy vesszőparipád a fiatalok terelgetése, ápolása, és az előbb is Bagdi Emőkével például hoztál. Miért olyan fontos ez neked, és kiket támogatsz, kikre világítasz rá? Azt hiszem, hogy az, aki sokat kap, annak nagyon sok dolga van. Én nagyon sok jót kaptam az élettől, nagyon sok lehetőséget, és próbálom, ha nem is törleszteni, mert nem kell törleszteni, de próbálom megalapozni a jövő tehetségeinek a lehetőségeit, hiszen látom, hogy mekkora tehetségek vannak, azt is látom, hogy milyen nehezen tud elindulni egy karrier. Úgyhogy idén is mesterkurzusokat szervezünk, idén is átadásra kerülnek a fesztivál díjai is, között, például Miklós Erika, vagy például lesz primás kurzus is Sárközi Lajossal, mint a kávéházi cigányzenének a megmentése. Ez számunkra is nagyon-nagyon fontos. És hát ugye azt hiszem, hogy a fiatalok támogatása az egyébként is kötelessége egy művésznek. Én nagyon nagy előszeretettel vagyok egy csomó olyan program mellett, például a Virtuózók tehetségkutató műsor, vagy a Schneiderberger zenei tehetségközpont, amely előre viszi a fiataloknak a társadalmi megítélését és a karrier beindulását is. Lesz egy gála koncert is, ahol különböző díjakat is átadtok. Mik ezek és kik érdemlik meg? Mi a Cziffra Fesztiválon kétfajta díjakat szoktunk átadni, a tehetségdíjakat, amelyeket 32 éves korig megkaphat bármilyen ifjú zeneművész, illetve életműdíjakat. Hogy csak példálózzak, eddig olyan ifjú tehetségek kapták meg ezt a díjat, mint Horthy Lilla, Devics Gergely, Ránki Fülöp, akik azért már azt hiszem eléggé jól ismert nevek, az életműdíjak közül pedig Vásári Tamás, Ránki Dezső, Jandó Jenő, és még sorolhatnám. Ezek kerülnek majd átadásra 23-án a Zeneakadémia nagytermében, és egyébként pedig a MOM Kulturális Központban és a Lóvasúton is várjuk szeretettel a közönséget. Hát kedves János, egyrészt sok sikert kívánok, és még egyet, hogy legyen 6. alkalommal, és sokadik alkalommal is Cziffra Fesztivál. A hatodik alkalom az már a Cziffra György 100. születésnapja lesz, hiszen 2021-ben ünnepeljük ezt a fantasztikus évfordulót, úgyhogy arról majd azt hiszem be fogunk számolni még bővebben. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Most pedig Líviától megtudjuk, hogy mik lesznek játékkérdéseink. Illetve kérdésünk, Lívia? Már is mondom. Mai játékkérdésünk tehát: melyik évben rendezték meg az első Cziffra Fesztivált? Kult 30 szóköz A 2013-ban, vagy Kult 30 szóköz B 2015-ben? A helyes válasz kódját küldjék el SMS-ben a 0630 555 5503-as telefonszámra. Ma a 20. helyes SMS-t küldőnk nyer. Mutatjuk, hogy mit. Napi nyereményünk egy páros belépőjegy Mireille Mathieu chanson énekes március 3-ai koncertjére a GVS Group felajánlásával. Havi nyereményünk egy 2 éjszakás wellness hétvége a Noszfai Oxygen Hotel Family & Spa-ba, 2 felnőtt és egy gyermek részére félpenziós ellátással. Giuseppe Verdi 5 felvonásos operáját, a Don Carlost 1867-ben mutatták be először Párizsban. Holnap pedig a Miskolci Nemzeti Színházban debütál, Keszég László rendezésében, nem sokára pedig második Fülöp királlyal beszélgetünk. Cser Krisztián a vendégem, aki második Fülöp spanyol királyt alakítja az előadásban. Szeretettel köszöntöm. Jó napot kívánok! Holnap van a bemutató. Milyen felkészülési állapotban van az előadás? Teljesen kész, mindent kényelmesen hátra lehet dőlni, vagy azért nagy az izgalom így a bemutató előtt egy nappal? Az előadás kész van, de az izgalom az egyre fokozódik, hiszen például személy szerint én 20 éve készülök erre a szerepre, minimum, legalábbis amióta elkezdtem énekelni, én azt gondoltam, hogy ez a szerep, ez biztos, hogy nagyon szeretném, hogyha ezt a szerepet elénekelhetném. Hogy érkezett meg az ön életébe ez a szerep? Mi volt az első kapcsolódás? Hát a legelső az otthon hallgattam a szüleimmel, hiszen édesapám is muzsikus, karmester, édesanyám pedig nagyon nagy opera és műkedvelő, úgyhogy például Don Carlos nagyon sokszor előjött, illetve nagymamám is operaénekes, tehát tőle is hallottam ezekről a dolgokról, hogy igazából az operák királya azért az a Don Carlos. Szóval, hogyha Don Carlost játszanak egy színházban, ott egy ünnepi hangulat alakul ki. Tehát azt kell mondjam, hogy anyatejjel szívtam magamba már ezt a darabot is. De amikor elkezdtem énekelni így kamaszkorom vége felé, tehát mondjuk így mutálás után, 18-19 évesen, rengeteget hallgattam például a Fülöp áriáját, illetve az utána jövő duettet, ami egy számomra is, meg egyáltalán egy fantasztikus opera történeti pillanat, hogy 2 basszus kvázi hangskanderezik, mi ezt így mondtuk poénosan, és meg lehetett ott figyelni, mint kezdő. Hát én úgy gondoltam akkor is, hogy én basszus énekes leszek, és erre is bíztattak, hát afelé is tendáltam, ugye a hangom is predesztinált erre, illetve a tanárok, a szüleim. Szóval, hogy egyszerűen ámulattal néztem. És utána jött egy pici szünet, és egyik óriási meghatározó élményem volt, mikor az operaházban hallottam egy nagyon patinás szereposztással, kedvenc magyar basszistámmal, Polgár Lászlóval, akitől utána tanulhattam is, illetve Tokodilona és Kelem Péter formálta a főbb szerepeket, és az nekem egy olyan lenyűgöző volt, ráadásul abban a rendezésben, a régi rendezésben, hogy még nagyobb elementáris erővel belém ivódott ez, hogy én ezt egyszer el szeretném énekelni. Térjünk vissza egy kicsit a családi szára, azért van más különlegessége és a holnapi előadásnak. Hát hogyne, igen, és akkor itt jutottunk el oda, hogy öcsém a zenei vezetője a Miskolci Nemzeti Színháznak, és azt hiszem tavaly ilyenkor, vagy talán tavasszal azt mondta, hogy mi lenne, hogyha a Don Carlost bemutatnánk. Nyilván nem velem kezdte, hanem a színház vezetésével, de velem úgy kezdte, hogy hát én nagyon szeretné, hogyha én lennék második Fülöp király, és nekem ez egy még egy plusz lett az egész történetben, hiszen... És ő tudta, hogy ez egy szerepálom. Tudta is, és hát együtt is sokat készültünk, ugye egy szobában nőttünk föl, ezt az áriát sokszor együtt énekeltük, hát ő zongorán, nagyon jó zongorázik, kísérte engem versenyeken. És ez azt jelenti, hogy esetleg a színházon kívül is foglalkoztak a bemutatandó darabbal? Tehát a Don Carlosszal és a szereppel? Beszélgettek róla? Persze. Azért mondom ezt a 20 éves távlatot, hiszen most minden bemutató előtt van egy ilyen 5-6 hét, attól függ milyen hosszú próbaidőszak, de hát mi nem ott kezdtük az Ádámmal, hanem sokkal régebben nyúlik vissza ennek a története, és tényleg egy szobában felnőve, ő hallotta, hogy én gyakorlok, én hallottam, hogy ő gyakorol, és akkor egyesítettük erőinket. Tele volt zenével az otthon, akkor, ahogy hallom. Térjünk egy kicsit vissza a karakterre magára, Fülöpre. Ugye Schiller drámájában egy történelmi aspektus mutatkozik meg, viszont Verdi operájában megmutatkozik Fülöpnek az érzelmi világa. Milyen érzelmi hullámvasúton ül Spanyolország királya? Pontosan erre fűztük föl a rendezővel, Keszég Lászlóval, hogy a zene és Verdi igazából az érzelmeket tekintette a fő, hát hogy mondjam, mozgatórugójának az egész történetnek. Van benne egy kis politikai szál is, de azért Schillernél sokkal jobban előtérbe kerül az egész inkvizíció, meg ott tényleg a flandriai dolgok, meg a... Itt meg kézzelfogható az inkább a szerelem, vagy mondjuk így, második Fülöp bejövetelekor azt beszéltük a rendezővel, hogy ott már egy állapotban van, tehát ott már van egy múltja ennek a dolognak érzelmi szinten. Nagyon fontos a megfogalmazásban, hogy nem ott kezdődik a darab, hanem van már egy háttértörténet. És ha jól vagyok informálva, akkor most először játsza Fülöp szerepét, de hát a főinkvizitort is nem sokára elénekli. A főinkvizitor... Már elénekeltem az operaházban, most egy kis változás volt, változtatnunk kellett, hiszen nagyon sűrű a májusi programom, így egy csere folytán végül is 5. Károlyt fogom énekelni most az operaházban, amit már szintén énekeltem, szóval azt kell mondjam, hogy az összes basszus szerepet elénekeltem már ebben a darabban. Nagyon érdekes, mert a basszus szerepekre sokan azt mondják, hogy általában élemedettebb korú, tehát idősebb karaktereknek, ugye az operának az a története, hogy ott a basszus szólam az egy idősebb karakter, de hát ön egy fiatal ember, hogy könnyű volt utat találni így? Remélem, és ez a legnehezebb egyébként, ahogy mondtam az előbb, hogy 20 éve várok a szerepre, tehát az ember elkezd énekelni, elénekli a híres áriákat Szarasztóval, és akkor azt mondják neki, hogy jó van, ráérsz, még majd 20 év múlva elkezdődik az egész. Tehát, hogy gyakorlatilag az elmúlt 20 év volt az alapozás, és most kezdem. Tehát most megérkezett az ön életébe. Hát sok megvalósult szerepálmat kívánok a továbbiakban is, és kéz- és lábtörést holnapra. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Most pedig lezárjuk a játékot, nem sokára azt is megtudjuk, hogy ki lett a mai játékunk nyertese. Most azonban Gábori a szó, aki egy premierre hívja a nézőket. Így van, egy színházi ajánlóval egy premier következik. A játékszínben szombaton mutatják be Agatha Christie krimiét, A vád tanúja címmel. A közönségében a darabban végigkövetheti a történetet egészen a vádemeléstől az ítélethozatalig. Én sajnos nem szerepelek benne, de olyan híres színészek, mint Kern András és Szerednyei Béla jegyzik a darabot. Berger úr tapasztalata szerint. Vajon ártatlan vagy bűnös Leonard Wohl, a jóképű fiatalember, akit egy idős hölgy meggyilkolásával vádolnak? Ráadásul a felesége a vád tanúja, az ő kezében van a sorsa. Az Agatha Christie darabok általános jellemzője, hogy több vádlottja van, vagy több gyanúsítottja van, mindig egyikről a másikra terelődik a gyanú. Itt ez azért unikális a vád tanúja, mert végig egy vádlottal dolgozunk, aki viszont semmilyen ízében nem tűnik olyannak, aki elkövette volna ezt a gyilkosságot. Itt rendkívül ártatlan, a lénynek sem ártani tudó. Egy ma született bárány. Persze én segítettem neki összeszedegetni. A vád tanúja, a krimi királynő 12 izgalmas, hátborzongató detektív novellájának gyűjteménye, amelyben nem mindig a rossz fiúk húzzák a rövidebbet. A történetet ezúttal a játékszínben keltik életre, nem akármilyen szereposztásban. Én ezzel nem dolgoztam együtt, ismertem őt, vagyis hát tudtam, hogy ki ő, tudtam róla, de nem találkoztunk még. De hát ugye Szerednyei Bélával, Kerekes Pubival, Kern Andrással nagyon-nagyon régen már dolgoztam együtt. Például ő a Pubival nagyon jól állnak egymásnak, nagyon jó párost alkotnak, illetve nagyon klassz az ellentét, ez nagyon jól érezhető már itt a próbákon is Béla és András között. Nagyon-nagyon klassz társaság gyűjt össze. Visszatértem a Glenister Roadra. Nagyon nagyok a csavarok benne, és azért nem szabad spoilerezni Agatha Christie-t, mert eláruljuk azt, hogy a csavarokon nem akarok menni, de a színészileg mondjuk egy ilyen szerepben, egy tárgyalásban a kérdező oldalon állni az nehezebb sokkal. Tehát a válaszoló annak könnyebb a dolga, mert tesznek fel neki egy konkrét kérdést. A kérdezőknek pedig tudni kell, hogy mi a következő kérdés, és hát miután eléggé kapkod az ügyész is, meg az ügyvéd is, össze-vissza, ahogy az életben az ember keresi a következő válaszra a kérdést, úgy én is keresem itt a próbák alatt. Agatha Christie mester ilyen szövi a szálakat a fordulatokban és meglepetésekben gazdag krimiében, melynek a legfőbb helyszíne a tárgyalóterem, ahol a néző szinte esküdtszéki ülnökként vehet részt az izgalmas nyomozásban. Azt szerettük volna, illetve azt szeretnénk, azt az érzetet kell tenni, hogy a néző is maga ott van a tárgyalóteremben, és ő maga, illetve nézőtér alkotja az esküdtszéket. Valóban vérnyomok maradványai talán. Nagyapám is doktor volt, apám is doktor volt már, úgyhogy jogászok voltak mindketten. Lehet, hogy a véremben van, hogy könnyen meg tudtam tanulni ezeket a szakszövegeket, amiket a jog megkövetel. Ennyi volt a kapcsolódás, de én egész másmilyen ember vagyok, mint egy ügyész, szóval nem... Messze nem vagyok ilyen kemény, messze nem vagyok ilyen kérlelhetetlen. Én sokkal lassabban szoktam dolgozni, és általában úgy érem el a céljaimat. Hiszékeny bolondok vagyunk, akiket az orránál fogva vezet egy sármos fiatalember. ember. 70 éves az ország egyetlen hivatásos férfikara, a Honvéd együttes. Február végén a Müpában adnak a katonai élet zenei vonatkozásából egy igen izgalmas koncertet. Vendégem Réderoer Richárd, a Honvéd együttes, Honvéd Férfikar karnagya, illetve Tolcsvay László, Elker Ferenc-díjas és Magyar Örökségdíjas zeneszerző. Hogy kerültek önök ide együtt? Nyilvánvalóan ugye a cím miatt, ugye L'homme armé, és akkor itt a másik kérdésem, hogy miért ez lett a címe az előadásnak, amivel majd 70 évesek lesztek, és annak tisztelektek. Hát kezdem akkor a címmel, és aztán majd az összekerülésünk, meg szerintem Laci majd többet tud, érdekesebbet tud mondani. A cím az, azt hiszem, hogy úgy közelíteném, mert két irányból kettős jelentése van. Az egyik egy direkt tartalmi kérdés, a műveket tekintve. A L'homme armé az egy középkori dallam. Egy nagyon híres középkori dallam, amely nagyon fontos szerepet játszott a zenetörténetben, nagyon sok zeneszerző nyúlt hozzá. Felfegyverzett férfi a szabad fordítása ennek a dalnak, a L'homme arménak magának a címnek a felfegyverzett férfi a szabad fordítása. És ezt a dallamot azokban a művekben, amiket elő fogunk adni, két műben is, Vajda János művében is, és Gyöngyösi Levente művében is idézik a zeneszerzők. A másik megközelítés pedig inkább azt mondanám, hogy egy kicsit metaforikus, hogyha mondhatom így. Honvéd Férfikar tagjai természetesen civilek, nem katonák, de közünk van a honvédséghez, a megalakulásunkat tekintve 70 évvel ezelőtt ez mégiscsak a hadseregnek egy része volt, ez az együttes. Itt most mi jelen esetben hanggal felfegyverzett férfiakról beszélünk, és ezt mondanám inkább, hogy metaforikus egy picit ez a... De a plakáton is egyébként ez látszik, ez nagyon-nagyon jó a plakát is én ennél fogva. Próbáltuk ezt érzékeltetni. Igen, így van. És az pedig, hogy mi hogyan keveredtünk össze, hát ugye az történt, hogy egy nagyon-nagyon régi kapcsolat fűződik Tolcsvay Lászlóhoz, a kórusnak, mert ott Estamentum című művet most már hosszú évek óta nem volt alkalmunk előadni, de majd Laci mindjárt elmondja, hogy volt a keletkezése. Gyakorlatilag több mint 10 éve nem tudtuk már színpadra rakni, és most ezen a koncerten, a koncert második felében végre újra van lehetőségünk egy nagyszerű csapattal színpadra állítani ezt a művet. Tehát akkor, ha jól értem, Richárd, hogy akkor van egy katonasirató, van egy Szent Péter meg a Zsoldosok című dal, másik műsor, és ugye itt van a László, és itt kapcsolódik be a László a következő produkcióval. Ez a Testamentum című művem, amit 92-ben írtam, kifejezetten a Férfikar számára, Novák Ferenc kért annak idején, Bella István, néhai Bella István költeményeire, és hát ez tulajdonképpen itt most azért nagy boldogság, mert pont ezzel a felfegyverzett férfivel analóg ez a darab, mert ez egy abszolút, hogy mondjam, humanista, háború ellenes, erőszak ellenes és minden olyan tartalmat tartalmazó versek után zenévé formálódott mű, ami meg kell érteni, hogy Bella István hadjárva volt, az édesapja 44-ben valahol valamelyik csatamezőn elveszett, és Pistának az egész költészetét áthatja ez, de ez nem csak egy ilyen férfi fájdalom, hanem tulajdonképpen rengeteg gyönyörűség van. Egyrészt a magyar történelmet hordozzák az ő sorai, másrészt pedig valamiféle transzcendenciát is hordoz. Pista fantasztikusan kötötte össze az eget és a földet a költeményeiben, ez engem rettenetesen inspirált, és írtam egy olyan művet, ugye, én nagyon énekcentrikus zeneszerző vagyok, és az ének az engem nagyon inspirál, és akkor már évek óta együtt dolgoztunk a Honvéd Férfikarral, a Magyar Misénben, a Mária Evangéliumában. Ők éneklik a kórusnak a férfi részét, és ezért, hogy mondjam, baráti és érzelmi szálak kötnek ehhez a zenei együtteshez, és most nagy boldogságomra megint előadják, mert 10 évvel ezelőtt valaki elhagyta a kottáit. Elhagyta a kottákat? Igen. És hogy került elő? Hát nem került elő. Richard vette, kéziratban megvan a partitúra, és ő vette a fáradtságot, és bizony most beleírta a kompjúterbe, úgyhogy most remélem, hogy a digitális jövő. Atyagatyát, ez egy újjászületés. Hát igen. Bizonyos szempontból igen, mert néhány dolgot például beleírtam én most újabban. Hát ez egy igazi csemege akkor tulajdonképpen, hát igen, aki mondjuk 92-ben hallhatta, igen. Ugye? Sokáig volt repertoáron, volt a Zeneakadémián, az Erkel Színházban, a Müpában is volt már ez a nagy boldogságomra mindig játszottam. Annak ellenére, hogy eltelt, mint tudom, 30 év. Igen, majdnem. Igen. Minden igen. Szempontból. Igen, egyet hadd kérdezzek még. Ugye, van itt egy számomra kibékíthetetlen ellentét. Az előbb is említetted, hogy a humanizmus és a háború ellenesség, és közben most a Honvéd Férfikarról beszélgetünk, a katonai aspektusokról. Ugye azt várná az ember, és tényleg nagyon kevés időnk van, de mégis nagyon érdekel, hogy ugye valahogy a katonaének és a katonaság, a katona lét, az persze a katona fél a háborútól, de hát azért mégiscsak nem háború ellenes, hanem inkább, ha kell csatába menni, akkor arról énekel, hogy menjünk. Hát kényszerből énekel a katona arra. A katona önmagától nem énekeli ezt, hogy menjünk. Írtunk ebbe a műbe írtam egy olyan motívumot, ami mintha lenne egy olyan dal, amit valahol a lövészárkokban énekelték volna a katonák, és erre Belle Pista akkor 91-ben írt szöveget, vagy 92-ben, és ott is elhangzik ez, hogy el kell menni, hogy katonának kell lenni, ki tudja mire. Feltesszük a kérdést, és ez az egész mű erről szól. Ez az egész koncert, nem ismerem a többi mester művét, majd most hála Istennek meg fogom ismerni, nyilván ők is, a muzsika az felelősséggel bír, nem csak lelkesíteni akar, hanem elgondolkodtatni is. Hát köszönjük szépen, és hát a február 26-ai koncerthez pedig egy kalappal kívánunk. Köszönjük, és köszönjük, hogy eljöttetek. Líviától pedig megtudjuk, hogy ki lett a nyertes. Először is mondjuk el, hogy mi volt a helyes válasz. Az idei az 5. Cziffra Fesztivál, tehát a Kult 30 Szóköz B, azaz 2015-ben volt az első Cziffra György Fesztivál, tehát ez volt a helyes válasz. A nézőnk, aki pedig nyert, Miskolci, Véga Gyula, itt van velünk a vonalba, ha minden igaz. Halló! Kezdjük sokkal, jó estét kívánok! Jó estét kívánunk! Hát Miskolc Premier Lázban égőn el fog menni a Don Carlos operát meghallgatni, megnézni? Ezt nem tudom, de hogy a Mireille Mathieu koncertre igen, abban biztos vagyok. Hát sok szeretettel gratulálunk akkor a nyereményhez, és nézzem minket máskor. Köszönjük szépen, hogy játszott. Viszontlátásra, viszonthallásra. Kedves nézőink, ez volt a Kult 30, műsorunkat megnézhetik a MediaClicken, kövessék Facebook és Instagram oldalunkat. És ne felejtjék, hogy holnap is lesz Kult 30, Somosi Barbara és Néveri Igor várja majd önöket. Viszontlátásra, szép estét!